őszintén el fogom mondani a véleményemet azzal kapcsolatosan is, hogy mi nem tetszik ebben az új Mapmaker játékmódban, vagy éppenséggel az, hogy mit hiányolok még belőle. Gratulálok! Ön nyert egy Csuszi Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Csuszi kódon! Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban, ami ismét egy izgalmas videó lesz. Most megmutatom nektek azt, hogy hogyan készíthettek Brawl Stars-os pályát, és játszhattok rajta a haverjaitokkal. De előtte van még egy nagyon fontos dolog. Már csak pár nap maradt hátra, amíg rendelhető Emmet Hermék aláírással, Csúszis aláírással, illetve különleges dedikálókártyával, amit úgy szint aláírok. Szóval szeretnél az új mintából valamilyenféle terméket berendelni, akkor tedd meg most! Nyugi, nem kell aggódnod, végeredményként nem így fog kinézni majd a pólód. Egyetlen egy Csuszi aláírás lesz rajta. Csak gőzerővel teszteljük, hogy melyik filztollak lesznek a legjobbak a termékekre. Nyugi, biztos, hogy nem pirossal lesz aláírva, hanem feketével. Na de térjünk is a lényegre, és beszéljünk az új Mapmaker funkcióról, ami hivatalosan az update napján be fog kerülni a játékba, és akkor lehet majd saját pályát készíteni, illetve haverokkal játszani friendly game-en belül, hogyha ugye az 1000 kupát elértük. Mert 1000 kupa szükséges ahhoz, hogy a Mapmaker funkció elérhetővé váljon számunkra, és ekkor már készíthetjük is a királyságosabbnál királyságosabb pályákat. A Mapmaker gombra kattintva be is jön nekünk egy ilyen újabb menüpont, ahol bizony készíthetünk akár 5 egyedi pályát is. Rákattintunk erre a gombra, már is beugrik az az ablak, ahol kiválaszthatjuk azt, hogy milyen játékmódot szeretnénk kreálni, és hogy milyen típusú környezetben legyen. Készíthetünk Gemgrab pályát ilyen általános környezetben, vagy éppenséggel Mortis Mortuary környezetben. Csinálhatunk Solo Sheldon pályát, ami lehet ugye Halloween-i kiadású, vagy éppenséggel a szokásos. Készíthetünk Brawl Ball pályát, ami lehet ilyen általános, vagy éppenséggel ilyen tengerparti, és jelenleg ez a három játékmód elérhető, amiket készíthetünk. Későbbiekben valószínűleg fog bekerülni majd másik játékmód, és fontos azt hangsúlyozni, hogy bizony még csak bétában van ez a funkció. Rengeteg mindent fognak még hozzáadni az idők során. Válasszuk is ki a Solo Showdown pályát, és adjunk egy nevet neki, ami legyen mondjuk Use Code Csúszi. És ki is fér? Király! Ott is van a pálya, amin már majd lehet is játszani. Első ránézésre érdekesnek és ismeretlennek tűnhet ez a környezet. Körbe tudunk nézni a pályán, láthatjuk ugye a különböző spawn pointokat, amiket lehelyezett alapból már nekünk a játék. Ezeket ugye ki is törölhetjük, de erről majd későbbiekben. Nézzük is meg a funkciókat, illetve a különböző játék elemeket, amiket használhatunk pályakészítés során. Bal alul most jelenleg a remove van kijelölve, amivel ugye törölhetünk különböző tárgyakat, aztán pedig, hogyha kiválasztunk valami másféle játék elemet, akkor ugye azt helyezhetjük le egy egyszerű érintéssel. Tegyük fel, mondjuk ide jobb oldalra leteszek egy ilyen falat, és az ott is van. Hogyha esetleg ugye hosszan tartva nyomom magát a gombot, akkor pedig ugye húzhatom ezeket az elemeket, és szépen pontosan lehelyezhetek valamilyenféle alakzatot. Lehetőségünk van arra, hogy amit letettünk, azt akár arrább is helyezzük. Egyszerűen csak rá kell nyomni, és lenyomva tartva, amikor felemelődik az a tárgy, akkor bárhova áthelyezhetjük. Ezt ugyanúgy megtehetjük még egyszer, és akár vissza is helyezhetjük. De nél ugye gyorsabb, hogyha az undo gombot használjuk, és akkor visszakerül az eredeti pozíciójára. Ha pedig véletlen kattintottuk volna a visszavonás gombra, akkor utána a redo gombra kattintva javíthatjuk ezt. Ha pedig nem tetszik nekünk ez az elem, ahol van, és nem is akarjuk ezt használni, akkor a remove-ra bal alsó sarokban kattintva, és az adott tárgyra nyomva törölhetjük azt. Ha pedig valami nagyon nagy őrültséget csináltunk, és nem tudjuk ezt visszavonni egy-két lépésből, akkor használhatjuk a Clear All gombot, ami teljesen resetelni fogja az egész pályát. Fontos, hogyha ezt a gombot használjuk, akkor bizony a spawn pointok is eltűnnek a pályáról, így ezeket újra le kell majd helyezni. Amit pedig eddig is láthattatok, hogy esetleg valamiféle elemet ugye körbe veszünk, vagy éppenséggel valami nagyon közel van hozzá, akkor bizony piros jelzést fog adni számunkra a játék, és nem fogja engedni azt, hogy elmentsük addig a pályát, ilyenkor ezeket orvosolni kell. Ugyanez vonatkozik a spawn pointokra is, mind a 10-et le kell helyeznünk ahhoz, hogy tudjuk menteni a pályánkat, addig nem fogja engedni, de mihelyest ugye ezeket lehelyezzük, azután menthetjük.
Felül középen láthatjuk azt, hogy milyen módban vagyunk jelenleg, ugye most single módban, avagy ugye, hogyha valahova kattintok, akkor egyetlen egy elemet fog lehelyezni. Ha most felül középen rányomok erre a kék gombra, akkor átváltunk egy másik módba, a placement mode mirror horizontálba, ami függőlegesen tükrözi az egyik elemet, amit lerakunk. Így tegyük fel, hogyha valamit elkezdek építeni jobb oldalt, akkor függőlegesen tükrözve megjelenik ugyanúgy az a dolog, amit elkezdek építeni jobb irányba. Gyakorlatilag láthatjuk a tükrözött oldalát is, ennek köszönhetően egyszerűen alkothatunk szimmetrikus pályát. Következő mód pedig a Placement Mode Mirror Vertical, és jól gondoljátok, ez pedig vízszintesen fogja tükrözni azt, amit éppen építünk. De ha az eddigi módok lenyűgöztek, akkor a következő még jobban fog. Placement Mode Mirror Both, avagy mindegyik irányba tükrözve. Így függőlegesen és vízszintesen is ugyanúgy tükrözve lesz az, amit éppen lehelyezzünk. Ennek köszönhetően nagyon gyorsan tudunk építeni különböző pályákat, törölni kell ezeket a felületeket, de ugyanúgy használhatjuk ezt a tükrözési módot, így pontosan mindegyik pálya részről ugyanaz az elem lesz törölve. És bármilyen másik elemet lehelyezhetünk ugyanígy tükrözve, szóval használhatjuk ezeket a módokat teljesen szabadon. Na de töröljük is ezt, és nézzük meg, hogy milyen játékelemeket használhatunk. Használhatunk építésünk során falakat, dobozokat, hordókat, csontot, bokrot, amiben el lehet bújni, vízfelületet, amin keresztül nem lehet átjutni, kaktusz, koponyákat, amin keresztül nem lehet átmenni, de lerombolhatóak, fából készült falakat, amin keresztül nem lehet átlőni, kerítést, amin viszont már át lehet lőni, 10 spawn pointot, ahova élethetnek az ellenfelek, és nem utolsó sorban Power Cube-os dobozt, amiket szinte teljesen szabadon használtunk, és ebből készítettünk egy nagyon kreatív pályát. Azt mondom, hogy így helyel közel meg is van a pálya, úgyhogy ezek után már nincs más dolgunk, mint hogy elmentsük ezt a kreálmányt. És hogyha ugye mindent helyesen csináltunk, akkor ki is írja nekünk az, hogy map has been saved. Áldását adta a játék arra, hogy kipróbáljuk játékon belül. Mutatja is azt a játék, hogy ugye egy pályát elkészítettünk, és még négy maradt szabadon, amit csinálhatnánk. Megjelenik ez a pálya, amit már elkészítettünk, egy amolyan ilyen piszkozatként, hogyha jobb felső sarkába kattintunk a pályának, akkor itt szerkeszthetjük is, átnevezhetjük, vagy éppenséggel törölhetjük. Tegyük fel, én szeretném átnevezni mondjuk arra, hogy Crazy Center. Nem tudom, milyen ez a pálya, így jó lesz ez névnek. Utána, hogyha Friendly Game-re kattintunk, botokkal ki is próbálhatjuk. Élesben pedig ugye bárkivel, akit beinvájtolunk a lobbiba. Itt legfelül ugye láthatjuk is a saját pályánkat, a Crazy Center-t, és mehet is a buli. Így letesztelhetjük ugye, hogy mennyire balanszolt éppen a pályánk, vagy mennyire nem az. Egész érdekes ugye így az elrendezése, és nagyon arra viszi az embereket, hogy bemenjenek középre harcolni, mivel ott annyi jutalom van. Biztos, hogy most ezen a mappon mindenki, aki teheti, az középre fog jönni, hiszen itt van az összes jutalom. És hogyha valaki ezt ide már elveszi, hát akkor onnantól kezdve nem sok esélyük maradt arra, hogy bizony lehozzák a mérkőzést. Ahogy látjátok is, már 12 Power Cube-on van, mennyire sok így szóló Sheldonon belül. Minden egyes játék ellennek különböző funkciói vannak, és mindegyiket érdemes használni. Ez a nagyon jó, hogy ugye folyamatosan lehet szerkeszteni a pályát bármikor, amikor szeretnénk. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ez az alfa verziója a Crazy Centernek, nem balanszolt, maradjunk annyiban. Közepet elvizet, akkor tiéd a mérkőzés. Azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg hasznos funkció van belépítve be a Map Maker módba, viszont hogy arról ne feledkezzünk el, hogy még bétában jár. Nagyon sok olyan dolog van, ami még megkönnyíthetné az építést, úgyhogy gondoltam, felsorolok egy párat. Ami nem tetszik, az az, hogy nincsen egy mini map valamelyik sarokban elhelyezve, ahol láthatnánk azt, hogy a pályánk jelenleg hogyan néz ki, és hogy merre építünk. Ez nagyon megnehezíti a koordinációs készségünket, mint ahogyan az is, hogy nem tudunk kizummolni a pályáról, így nem látjuk
egészében azt, hogy mit is építettünk. Ez szerintem rengeteget segíthetne, mint ahogyan az is, hogyha esetleg adnának valami másféle ecsetet is hozzá a játékhoz, és ki lehetne jelölni azt, hogy nem egyetlen egy tárgyat akarunk lehelyezni, hanem mondjuk egyszerre 9-et. Sokkal nagyobb dolgokat tudnánk véghez vinni, sokkal rövidebb idő alatt, és ugyanez lenne jellemző arra is, hogy akár ugye nagyobb területeket is törölhetnénk, és nem így egyesével végig kellene menni különböző pontokon, hanem egy nagyobb ecset segítségével, egyetlen egy gomb lenyomásával törölhetnénk azt a részt. Ettől függetlenül nagyon örülhetünk annak, hogy hozzá fogják adni a Map Maker új játékmódot a játékhoz, és már én alig várom, hogy esetleg legyenek ilyen versenyek, ahol pályát kell készíteni, és a nyertes pályázóknak a munkája az be fog kerülni esetleg a játékba, vagy ilyesmi. Persze csak az én elképzelésem, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem, hogy sok hasznos információt tudtam megosztani veletek. Ha így van és tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, és ne felejtsétek el beírni a csuszikódot a shopba bármilyen vásárlás előtt. Köszönöm szépen, aki ingyen támogatja ezzel a csatornát. Következő videóban találkozunk, legyetek jók addig is. Na sziasztok! Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egérpad, póló, bögre, vagánybögre, és még plüssmaci is kapható! Wow! Arcade Champions-ös termékek csúszi.hu!